Kicsi, nagy, ezüst vagy luc. Sok fenyőfa több méretben megtalálható ebben a kertben, és mindegyiket azért nevelik, hogy szebbé tegyék valaki ünnepét. Idén azonban jelentős változás várható a növények árában. A szakértők szerint 10-20%-kal is drágulhat a fenyőfa métere az országban. Az árak alakulásában több tényező is szerepet játszik. Egyrészt ugye az üzemanyagárak miatt, tehát az ültetvények karbantartásánál is ugye a kaszálás, minden egyéb folyamat az sajnos szorosan kapcsolódik ehhez, illetve a munkaerőhiány az egyre radikálisabb, hogyha mondhatom, tehát már pár éve alig találunk embereket, akik akár árulnak nekünk, vagy ezeket a feladatokat elvégeznék. A Nordmann fenyő méterenkénti ára a 7-8 ezer forintot is elérheti idén. Ennek a jelentős drágulásnak az egyik oka, hogy csak Zala megyében vagy az Alpok alján érzik jól magukat a növények, így a Dunántúra úgy kell őket beimportálni, ami szintén megemeli az eladási árat. De nem csak a vágott fenyőért kell majd többet fizetni, drágul a földlabdás fenyő ára is. A földlabdás az mindenképpen többe kerül sajnos. Maga a belefektetett munka is, amíg kiásra az ember a fenyőket. Hát aki próbált már hazavinni földlabdás fenyőt, az tudja, hogy azért ezek ilyen 25-30 kilós zsákokban vannak, és hát ezt még nekünk ugye ki kell ásni, el kell hozni, és bele kell ültetni valamilyen edénybe, vagy pedig valami ilyen zsákos anyagba, úgyhogy azok sajnos még szerintem bőven 8000 forint fölött lesznek. Magyarországon az emberek évente közel 2 millió fenyőt vásárolnak. A szakértők szerint célszerű azonban őstermelőktől vagy jól bejáratott helyen megvenni a karácsonyfának valót, hiszen minél később vágják ki, annál tovább maradhat éke a lakásnak.